Csabi 10 hónaposan már tudott járni, és utána nem sokkal, már, hát már előtte is, amikor még nem tudott járni, is érdekelte a labda, mert egy piszkálta, lögdöste. Utána, amikor elkezdett járni, akkor érdekes módon nem dobálni kezdte a labdát, hanem inkább rúgta. És akkor láttuk, hogy nagyon tetszik neki, és akkor így idővel ilyen vicces dolgok voltak, hogy még nem volt 2 éves, és akkor vettünk neki ilyen kis pici kis focimezt, ilyen kis mini focilabdát, és akkor azt rúgta, és akkor felállítottunk neki ilyen régi ilyen kis flakonokat, akkor ott szlalomozott vele. Igen, na gyere, terelgesd a labdát. Igen, most nélkülzik meg a harmadik pályán. Gyerünk, rúgd be a gólt. Tehát, hogy már elég pici neki elkezdte, és utána nem is volt kérdés, hogy hát keresni kell egy helyet, ahol focizzon, és akkor már 3 éves korában már a makói utánpótlás futballklubnak az igazolt játékosa lett, és azóta se hagyta abba, és csinálja. Körülbelül 7-8 évesen átkerültem a 2010-esekhez, ahol ők 10-9 évesek voltak, és ott úgy apával így bevállaltuk, hogy onnan most egy edzésre oda átmenjünk, és azt tetszett meg, és azóta ott játszok úgy 8-7 éves koromtól. Ha nem szól közben ugye az élet, akkor a normál esetben ő neki 4 labdarúgó edzése van. Ezek átlagosan olyan 2 órát vesznek igénybe, tehát egy foci edzés 2 óra hosszát vesz igénybe. Ha Szegedre viszem át, az így heti 1 alkalommal volt eddig, akkor az többet vesz igénybe, ugye utazásra együtt akár 3,5-4 órát is igénybe veszi. Korábban volt, hogy egyéni foci edzése is volt, tehát ilyen heti 5 edzés az szinte mindig összejött. Csabikával azért kezdtünk el járni ide az edzőterembe, mert mivel nagyobb gyerekekkel szokott focizni, tehát ugye idősebbekkel, tehát erősebb fizikumú gyerekekkel focizik, ezért mivel tehetséges, azért játszik ugye a nagyobbakkal közt, de ott azért a fizikai különbségek még jobban kijönnek gyermekkorba. Természetesen ezekkel az edzésekkel nem az a célunk, hogy Arnold Schwarzeneggert készítsünk Csabikából, meg agyon terheljük a testét különböző súlyokkal, tehát ilyen klasszikus ilyen súlyemelő gyakorlatok nem igazán vannak. Jó, néha előkerül egy-egy egykezes súlyzó vagy egy kisebb tárcsa, de ezek az a lényeg, hogy mindegyik gyakorlat tulajdonképpen kisebb, mint a saját testsúly. Tehát, hogy ha a saját testsúlyával edzene, még attól is úgymond gyengébbek ezek a gyakorlatok. Igazából ezeknek ilyen mozgás-koordinációs célja is van, illetve az unblock izomzatát mozgatása. Főleg itt a core izmokra gondolok, amik ilyen tartó izmok, ugye a törzsizom, csípő környéke, comb. Ugyanis ezek a labdarúgásban elég gyakran előkerülnek, tehát ugye láthatjuk, hogy azért a labdarúgóknak arányos a test alkata, tehát jó, kimondottan a combjuk ugye erősebb, de hogy összességében arányos testalkatuk van, és ott is a legfontosabbak ezek a tartó izmok.
ugye bár ők kifejezetten atletikusak, tehát hogy itt nem fér az azért bele, hogy olyan brutálisan nagy hizomtömeg legyen, meg hát ugye Csabika még nem abban a korban van, aki terhelhető lenne. Én általában nem erőltetem, én kitalálok valamit, elmondom neki, hogy mit szól hozzá, és akkor az alapján edzünk. Van olyan, amikor látom, hogy nincs olyan paszba, vagy mondjuk beteg volt, akkor nem, akkor nyilván nem erőltetjük. Tehát itt alapvetően az a lényeg, hogy ő élvezze azt, amit csinál. Szerencsére mentálisan nincs baj Csabival, mert a harcos típus, tehát nem fél az ellenféltől, meg a labdától, tehát hogy annak ellenére, hogy sokszor két fejjel kisebb is oda meri tenni magát, a lábát, úgyhogy nem félt ide. Hát ez egy ilyen kicsit ilyen, úgymond ilyen rávezetés arra, hogy majd a későbbi időkben milyen edzések várnak rá. A Grosics Akadémia le akart engem igazolni, és heti 5 edzés van ott, tehát nagyon sok edzés van, és elmentünk próbaedzésre, nagyon tetszett, és ez egy nagyon erős csapat, és ott jó játszani. Elmentem nagyon sok edzésre, nagyon tetszett. Ott is mondták, hogy nagyon jó vagyok. Még nem voltam ott meccsem. Jobb ez a Makó, mert itt jobban ismerem a játékosokat, a csapattársaimat. Valószínűleg a Makóba maradok, de az is lehet, hogy később átigazolok oda. Lényegében az edzéseken rengeteg barátot szereztem, már az egész csapatom egy baráti kör. Igazából az a lényege a sportnak, hogy ugye küzdeni tudást ad az embernek, fegyelmet ad az embernek, mert hogyha csak belegondolsz, akkor az, hogy rendszeresen eljárni edzésre, hóba, fagyba, hidegbe, esőbe, sokszor úgy szakadó esőbe 2 órán át focizni, hát hogy mondjam, ehhez kitartás kell, tehát nem olyan, hogy nekülök egy játéknak a kényelmes meleg kanapén és nyerek a Real Madriddal 5-0-ra, hanem itt nagyon keményen meg kell küzdeni a sikerért. Én azt mondom, hogy szerintem a küzdeni tudást emelném ki a legjobban, és ez egyébként a pályán is nagyon kijön Csabiba, hogy nagyon tud küzdeni, tehát nem fél, bátran megy bele a párharcokba, tehát tényleg megalkuvás nem tűrő a játéka, és szerintem ez az életben is, hogyha mondjuk nem focista lesz belőle, akkor is szerintem neki ez nagy hasznára fog válni, tehát a kitartás, tehát a sport az ugye kitartásra nevel. Ezt szeretem a legjobban, és nincs más, amit szeretek.